Tisztelt Ház, mai napi rendelőtti hozzászólásaink sorában utolsóként Lezsák Sándor képviselőnek adom meg a szót, aki a lakiteleki találkozó 25. évfordulója alkalmából kíván szólni. Parancsoljon. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, képviselőtársaim! Szeptember 27-én csütörtökön lesz 25 éve annak, hogy az élő Tisza mellett lakiteleken, a falu szélén, házunk kertjében több mint 180-an gyűltünk össze az ország csaknem minden részéből, és több órás tanácskozás keretében elindítottuk azt a politikai mozgalmat, amely a Magyar Demokrata Fórum nevet kapta. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a Kádár korszakban csak kisebb körökben óvatosan lobbantak föl itt-ott a politikai ellenállás fényei. Ritkán a politikai rendszer teljes elvetése, de inkább csak kritikája és korrekciója jegyében. A 70-es évek második felétől az 1987-ig tartó időszakot egy lassú érlelődési folyamatnak tekintettük, és egyre többeket vezetett el a diktatúra teljes felszámolásához, a rendszerváltás követeléséhez. Sok társammal együtt meggyőződésem, hogy a lakiteleki első és második találkozó forduló pontja lett Magyarország 56 utáni történetének. Ezért, és csak ezért, és nem az akkori kezdeményezők, szervezők, és köztük a magam személyes érintettsége az, ami miatt kötelességemnek érzem, hogy a tisztelt ház előtt röviden emlékezzek, és emlékeztessek erről az eseményről. Ülnek közöttünk e házban képviselőként olyanok, akik azokban az években, életkoruknál fogva nem lehettek a közélet szereplői, és személyes emlékeik is igen homályosak a 80-as évekről. Miattuk tartom elsősorban fontosnak hangsúlyozni, hogy magyar történelmi vállalkozásként ők is bátran tekinthetik a magukénak a lakiteleki sátort, mint ahogy mi is magunkénak tekintettük 87-ben a népi mozgalom 1943-as szárszói találkozóját és 56-os forradalmunk és szabadságharcunk eszmei hozadékát. Mert a Magyar Demokrata Fórum lakiteleken ennek a hagyatéknak, örökségnek a szellemében indult, nem függetlenül az akkori nemzetközi eseményektől és hatásoktól, de önálló demokratikus és magyar nemzeti programmal. Ha az elmúlt 25 esztendő nem is tölthet el bennünket büszkeséggel, mert sok keserűséggel, kudarcokkal kellett is átélnünk ezt a negyed évszázadot, de azért tudnunk kell, hogy egy ember és nemzetellenes diktatúra felszámolásában Magyarország Európában kezdeményező volt, és ezt nem tehette semmivé a rendszerváltó folyamat torzulása és számos kudarca. Igenis, tisztelet és megbecsülés sok százezer honfitársunknak, akik a rendszerváltó évek kezdetén áldozatos helytállással próbáltak helyben és országosan a lakiteleki nyilatkozat szellemében politizálni. Azt a lakiteleki sátrat ma már egészen más történelmi viszonyok között nem lehet felállítani. Egyszeri volt és megismételhetetlen. De hiszem, hogy emlékezetünkben megőrizni érdemes. Az eredeti sátor egy részét a napokban darabokra vagdostuk, és ebből egy-egy kis darabkát adok mindazoknak, akik alatta egybegyűltek, akik hűségesek maradtak a lakiteleki nyilatkozóhoz, és egy-egy kis sátordarabkát itt a parlamentben szétosztottam azok között, akik az elmúlt esztendő áprilisában megszavazták Magyarország alaptörvényét. Mert 1987-ben, 25 esztendővel ezelőtt ott a lakiteleki sátorban a magyarság esélyéről, jövőjéről fogalmaztunk meg politikai programot. A kétharmados parlamenti többségünkkel szentesített új alkotmányunk most új esélyt ad nemzetünknek, mindazon magyaroknak, akik a szabadság és tulajdon védelmében végre birtokba akarják venni hazájukat. Hiszem, hogy akiket ez a szándék késztet cselekvésre az országban, az országgyűlésben, a kormányzatban, ők erőt meríthetnek a történelmi kezdetekből a történelmi folytatáshoz. A nemzeti sikerélmény reményével, az országépítő nyugalom jegyében köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tisztelt Ház! A kormány nevében senki sem jelentkezett választásra, elnézést kérek. Kérem a kormány tagjait, hogy miután rendelkezésükre áll a lehetőség, egy gombnyomással jelezzék számomra, hogyha szólni kívánnak, megkönnyítik a dolgomat. Köszönöm szépen, Balogh miniszter úrnak adom meg a szót. Szólt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, kedves Lezsák Sándor! Valóban nagy történet ez, nagy, szép és magyar történet, ami nem nélkülözi a tragikus vonulatokat sem, de a büszke vonulatokat sem, azt az esélyteremtést, amire valóban büszkék lehetünk. Az én méltatásomban a tisztelet és a megbecsülés hangja szólal meg, hogyan merészelném értékelni azt, amit Lezsák Sándor itt az előbb elmondott. Ha megengedi a ház, akkor mégis fölolvasnék néhány nevet, hogy kik is voltak ott abban a sátorban, hogy a dolognak a tragikussága és a büszkesége egyszerre megjelenjen. Lezsák Sándor, Bakos István, Bíró Zoltán, Csurka István, Fekete Gyula, Fűr Lajos, Csőr Sándor, Gombár Csaba, Posgai Imre, Konrád György, Püski Sándor, Kósa Ferenc, Lengyel László, Szabad György, Pomogács Béla, Balcó András, Áder János, Cseh Tamás, Kubik Anna, Závada Pál, és a végén Csengei Dénes, Cakó Gábor és Csengei Dénes, aki azt mondta, szeretnék két szót mondani, ez egy kérdés, pedig úgy hangzik, hogy hol vannak a fiatalok, hol vannak a 20 évesek, hol vannak a 30 évesek, nem tudom hányadik tanácskozás ez, amelyiknek én vagyok a legfiatalabb felszólója. Hát vegyétek már észre, hogy egy örökifjú volt csak ebben az országban, az Honti Hanna volt, mi nem vagyunk örökifjak, a fiatalokat hívjátok meg legközelebb. Ezek az akkori fiatalok részben most itt vannak ebben a házban, és így fejezzük ki az elismerésünket azoknak, akik ott voltak a sátor alatt. Sokan voltak, sokfélék, széttartó utak, de úgy gondolom az üzenet a mai napig aktuális. Most én szeretnék mégis néhány gondolattal a folytatásról beszélni, arról a folytatásról, amelyik a hajszálgyökerek folytatása, amelyik nem a nagypolitikának az összeborulása, vagy éppen a különböző programoknak a meghirdetése, hiszen abból számtalan eseményről lehetett részünk az elmúlt 22 évben, hanem azoknak az embereknek a tanításáról szeretnék beszélni, akik az elmúlt 25 évben ott újra és újra összegyülekeztek, már nem a sátor, hanem abban a nagy kertben, ott azokban az épületekben, a néptanításról, a népfőiskoláról. Azoknak is szeretnék tiszteletet és köszönetet mondani, akik ott tanítottak és akik tanultak. Úgy gondolom, hogy nem túlzok, azt mondom, hogy több százezren fordultak meg ott az elmúlt 3 évtizedben, akik túlélték a politikai kudarcokat és tanultak azokból, és azt kívánom, hogy Kárpát-medence szerte legyen folytatása annak a népfőiskolai munkának, ami ott Lakitelken valóban arra tanít bennünket, hogy megfogadjuk Makovecz Imrének a gondolatait, amiket éppen Lakitelek 20. évfordulóján fogalmazott meg. Ő azt mondta, hogy rendkívül radikális Lakitelekre volna szükség, amely pontot tesz annak a naivitásnak a végére, amely bennünket utolért. Bizony, sok politikai naivitás ért bennünket utol az elmúlt 22 évben. Bízom benne, hogy az a népfőiskola, amelyik ott él és tanít, az segít bennünket ezeknek a naivitásoknak a legyőzésében, egy olyan reálpolitikában, amelyik megfogalmazódik a lakiteleki nyilatkozatban, hiszen az a mondat, hogy hiszünk abba, hogy a megújulás erői széleskörű összefogással kijuthatnak a válságból. Sajnos bizony ez az üzenet a mai napig érvényes. Köszönjük a sátrat, köszönjük a sátornak a darabjait, és igyekszünk méltóak lenni rá, és azt a radikális lakiteleket egyszer majd azért meg kellene csinálnunk. Köszönöm a figyelmet!